Vállalkozókkal telt meg a Kamara Baross terme, hiszen Győrbe érkezett a KAVOSZ Országos Gazdasági Fóruma. A téma pályázati forrásokhoz való jutás és az önrészfinanszírozás volt. A rendezvényen elhangzott, Győr és térsége mindig nyitott a gazdasági fórumokra, hiszen a vállalkozások jól működő gazdasági környezetben működhetnek. A megyében körülbelül 28 ezer működő székhelyben regisztrált vállalkozás van, és körülbelül 45-55%-os arányban osztik meg az egyéni és a társas vállalkozásoknak a száma, ami örvendetes dolog, hogy az egyfőre jutó GDP, amit a megyén produkált 2015-ben, az országos átlagnak a 121,2%-a volt. Ugye nem árulok el titkot, hogy az ipari termelés ágazati szerkezetében a gépipar dominál. Győr gazdasági helyzetét és a fejlesztési lehetőségeket mutatta be a KAVOSZ gazdasági fórumán Nagy Tamás gazdálkodási főosztályvezető. A szakember érintette a győri nemzetközi ipari park iparvágányának meghosszabbítását, az infrastrukturális és energiakorszerűsítési fejlesztéseket, valamint az EIOF-hoz kapcsolódó fejlesztéseket. Az összes kiadási előirányzaton belül kimondottan a fejlesztési beruházás, illetve település fejlesztésre kapcsolatos kiadások összege az nagyságrendileg 8 milliárd forint. Ez a 8 milliárd forint, ez a közel 20%-a a teljes költségvetésnek. Tehát hál' Istennek abban a kellemes helyzetben van a város, hogy minden rendelkezésre járó pénzforrásának a 20%-át azt fejlesztési célokra tudja fordítani. Csepregi Nándor miniszterhelyettes beszédében arra is rámutatott, hogy sokat változott az Európai Uniós források felhasználása. A szabályozási környezet tekintetében az Európai Uniós források felhasználása nagyon sokat változott a 2013-as időszakhoz képest. Egyrészt a célfüggő sokkal világosabb. Nagyjából két feltételrendszernek kell megfelelnie annak, aki uniós pénzeket akar kapni, vagy létre kell tudnia hozni új munkahelyeket, olyanokat, amelyek hosszú távon is fenntarthatóak, vagy a gazdasági növekedést kell szolgálja, magasabb példányszámban, jobb minőségben többet tud értékesíteni, ergo több állami bevételt, több adót tud fizetni. Ha valaki ebben a kettős célrendszerben a saját projektjét nem tudja elképzelni, nem tudja ebbe a célrendszerbe beilleszteni, akkor kimerem jelenteni, hogy az a vállalkozás, az a projekt nem kaphat fejlesztési támogatást 2020-ig az államtól. A KAVOSZ fórumán a KAVOSZ ZRT vezérigazgatója kiemelte annak a párbeszédnek a jelentőségét, ami a miniszterelnökség és a KAVOSZ között alakult ki az elmúlt mintegy két esztendőben. Krisán László egy kutatásról is beszélt, amelyben azt vizsgálták, hogy a vállalkozások miként látják a saját életüket, lehetőségeiket. Komoly információ volt az, hogy a korábbiakhoz képest 44% mondta azt, hogy most már azért kicsiket jobban érzi magát. Nem azt, hogy teljesen jó, csak jobban érzi magát úgy, ahogy van. És pár ennek a feles azt mondta, 22% azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy neki ebben az időben lesz fejlődés. Valami fejlődés. Hozzá kell tegyem, majdnem mindegyik cég azt mondta, hogy ezt az uniós pénzeken keresztül próbálja meg elérni. Ez egy nagyon komoly üzenet mindenki számára, hogy ezzel kalkulálnunk kell. Egy kicsit hagyj beszéljek haza, hogy a Széchenyi kártyás vállalkozásokat is megkérdeztünk, és azoknak az 55%-a mondta azt, hogy stabilabb a működése. A szakember rávilágított arra is, hogy a mostani uniós ciklusban a szükséges önerő biztosítása és a támogatás előfinanszírozása jelent kihívást a cégeknek. Ebben nyújthat komoly segítséget a Széchenyi kártya program önerő kiegészítő, valamint támogatást megelőlegező hitele.